Volodymyr Zelenszky elnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy csütörtökön a délkelet ukrajnai Dnipróban tett látogatást, ahol katonai vezetőkkel és magas rangú kormányzati tisztségviselőkkel vitatta meg a harctéri helyzetet, valamint a lőszer és a légvédelem megerősítésének kérdését. Az elnök egy videót is megosztott. A bejegyzésben felköszöntötte Valeri Zaluznyit, a hadsereg főparancsnokát, valamint Oleksandr Szirszkyt, a száraz földi erők parancsnokát születésnapjuk alkalmából. Mint a videón látható, Záluzsnyinak egy egyedi pisztolyt, Szirszkének pedig egy, az ukrán hadsereg ellenállását szimbolizáló festményt adott ajándékba az államfő. Сегодня відбулось перше екстрене a Ради України НАТО. Volodymyr Zelenszky elnök értékelte az Ukrajna-NATO tanácsülésének eredményeit, amelynek témái Oroszország kilépése a Gabon egyezményből és az ukrán kikötők elleni támadások voltak. Közösségi oldalán az államfő úgy fogalmazott, hálás vagyok Jens Stoltenberg főtitkárnak és helyettesének, Mercier Joanninak, hogy megtartották az Ukrajna-NATO tanácsülését. Az Északatlanti Szövetség egyértelműen elítéli Oroszország kilépését a Gabon." Bona egyezményből. A tanács, amelyet mindössze két hete hoztak létre, már bebizonyította, hogy hatékony válságkezelő mechanizmus fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az elnök egyben biztosította a közvéleményt arról, hogy Ukrajna továbbra is teljesíteni fogja kötelezettségeit a globális élelmiszerbiztonság biztosítását illetően. Az ukrán erők csütörtökön folytatták az ellentámadást a délkeleti ország részben lévő Zaporizsa megyében, Melitopol és Bergyansk kikötőváros irányában, illetve megerősítették állásaikat, számolt be az ukrán vezérkar harctéri helyzet jelentésében. A kievi katonai vezetés kiemelte, hogy az ellenséges orosz erők csütörtökön rakéta és légicsapást indítottak a kikötői infrastruktúra ellen. Azonban az ukrán légierő valamennyit meg Semmi a levegőben. A kievi közlés szerint egy nap alatt 30 összecsapás volt az ukrán és az orosz erők között. Az ukrán légierő csütörtökön két csapást mért orosz katonai állásokra, egyet légvédelmi rakét a rendszerre és szintén egyet egy parancsnoki állásra. A Elismerését fejezte ki az Ukrajnának nyújtott olasz támogatásért Joe Biden amerikai elnök, amikor csütörtökön a Fehér Házban fogadta Georgia Meloni olasz miniszterelnököt, aki tavalyi hivatalba lépése óta első alkalommal látogatott az Egyesült Államokba. Joe Biden a két oldalú találkozó előtt köszönetet mondott az olasz embereknek, hogy kormányuk mögött állnak Ukrajna támogatásában. A két vezető a találkozóról kiadott közös nyilatkozatában megerősítette elkötelezettségét Ukrajna további politikai, katonai, gazdasági és humanitárius támogatása mellett. Georgia Meloni a találkozó előtt kijelentette, Ukrajna támogatása a nemzetközi jogvédelmi melletti kiállás, és úgy vélekedett, hogy Ukrajna önvé nem jelent közelebb sodródást egy világháborúhoz. Az amerikai-olasz csúcs találkozó után kiadott közlemény szerint a tárgyalás témái között szerepelt a klímaváltozás elleni fellépés, a kiberbiztonság erősítése, valamint a kétoldalú oktatás és tudományos együttműködés is. Több száz millió hrivnya hadiadót folyósítottak a kárpátaljaiak a költségvetésbe. Az összeget az ukrán hadsereg szükségleteinek biztosítására fordítják. Kárpátalja adóbevételei jelentősen nőttek az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, áll a megyei adóhivatal közleményében. A hadiadónak köszönhetően az állami költségvetés folyamatos forrásokhoz jut. A teljes körű orosz katonai agresszió kezdete óta a központi költségvetés folyamatos hiányjal küzd. Létfontosságú a nyugati szövetségesek és a nemzetközi pénzintézetek támogatása. A jegybank már most bejelentette, jövőre is szükség lesz a nemzetközi partnerek pénzügyi támogatására.